Csak a végrendeletében mondja azt, hogy miután testvéreket adott nekem az Úr, senki nem mondta meg nekem, hogy mit kell tennem, hanem ő a magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a Szent Evangélium szerint kell élnem. Két hely is a végrendeletében, amelyvel azt támasztja alá azt a küldetéstudatot, azt mutatja föl, és azt támasztja alá, hogy azt az életformát, amely életforma szerint ő Krisztus követő lett, és az evangéliumot élte, azt nem ő találta ki.
Maga az Úr, aki kinyilatkoztatta neki, hogy ezt a köszöntést használja, hogy az Úr adjon neked békét. Mint egy Szent Pál tanítása jut eszünkbe, amely egyben Krisztus tanítása. Amikor azt mondja Szent Pál a Filippi levélben, hogy Krisztus békéje, Isten békéje, megőrzi majd szíveteket és elméteket, amely minden értelmet meghalad. Tehát Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi majd szíveteket és elméteket Jézus Krisztusban, mondja a keresztényeknek Pál. Isten békéje, amely minden értelmet meghalad. Mint hogy a Pálnál visszhangozna egy másik hely a fülünkbe és az agyunkba, amely szintén Pál mond, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi észről nem fogja azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. És itt az Isten országáról és annak öröméről és boldogságáról beszél. Ugyanígy Pál a Filippi levélben Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket. Krisztus Jézusban minden értelmet meghaladó Isten békéje, mintha azt mondaná, hogy ugyanaz, mint amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész föl nem fogott, vagyis az Isten országának békéje és öröme és boldogsága, az mind egy és ugyanaz. Akár úgy mondom, hogy Isten békéje, akár úgy mondom, hogy Isten országa. A kettő egy és ugyanaz, megtapasztalni Isten békéjének örömét és boldogságát, Isten országát tapasztaljuk meg akkor. Hát ezt a békét kívánni, amit Szent Ferencnek kinyilatkoztatott maga a magasságbeli, hogy ezt a békét kívánja minden járókelőnek, aki útjába kerül, és mikor a prédikációját is megkezdte, minden egyes alkalommal így kezdte meg a prédikációját, az úton útfélén, akik összesereglettek, hogy hallgassák a Szentet, vagy a templomokban van, vagy a templom előtti tereken, vagy amikor püspök is fogadta őt, és a püspökkel együtt állt ki az emberek elé, és a püspök megadta a szót, hogy prédikáljon, akkor így kezdte, az Úr adjon nektek békét. És ezzel a béke kívánattal nem tett más, mint azt kívánta, hogy az Úr adja meg nektek az ő országának örömét, örvendezzetek az Úrban, itt most, amennyire a földi életben lehet, és egyszer pedig vezessen be az ő békéjébe, nyugalmába, örömébe, az örök boldogságba, és erről prédikált, az odavezető útról prédikált, és beszélt mindenkinek. Az Úr maga azért nyilatkoztatta ki ezt Szent Ferencnek, mert ezt a küldetést szánta neki és társainak, hogy másokat is el tudjanak vezetni az ő országába, ne csak ők maguk a bűnbánat révén igyekezzenek oda bejutni. Az Úr maga, ő a magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy az evangélium szerint kell élnem, és kevés és egyszerű szóval írásba foglaltam ezt, mondja Ferenc a végrendeletében. És a pápa úr pedig megerősítette ezt számomra. Hát itt vagyunk a pápa úrnál, aki megerősítette ezt számára. Vajon mi volt abban a kevés és egyszerű szóban összefoglalt írásban? Hát az evangélium, de hogy mi Szent Ferenc számára az evangélium, arról most már két vagy három alkalommal együtt elmélkedtünk, és alig hanem, hogy Szent Ferenc a közepébe talált, mert alig hanem bár a jelenlévők is, és a rádióhallgatók is nem szerzetesek. És nincs meg az a hivatásuk, Isten nem hívta őket meg, hogy fogadalommal, eskütétellel és fogadalommal ígérjék, hogy a szegény, az engedelmes és a tiszta Krisztust követik, ám az evangélium fajta, evangélium szerinti életformára mégsem élhetnek mást, mint amit Szent Ferenc és testvérei éltek. Alig, hanem ez így igaz. Mert Szent Ferenc ott értette meg, hogy mit jelent az evangélium szerinti életforma, amikor azt hallotta meg és azt értette meg, hogy semmit se vigyetek az útra. És ez számára azt jelentette, hogy az egész életedben egy kapaszkodód legyen, egy függőséged legyen a mennyei Atya akarata, amely Jézus Krisztus által meg van mutatva a Szentírásban, az evangéliumban. És semmi más.
amiről annyit elmélkedtünk, ez a mezítelenségnek az eszméje, hogy újjá születni Isten képére és hasonlatosságára, a Jézusnak, az új embernek a formáját fordjuk a lelkünkbe, őt magát, és ehhez igazodunk, és ezáltal részesei lehetünk az új teremtésnek. Magunk is hasonlunk az új teremtényhez, Jézus Krisztushoz, aki az emberségünket a föltámadás által célba vitte az örök életbe. És hogy mi is ezt akarjuk azt szerint élni, a föltámadott üdvözítő, aki megjelenik a keresztség által az ember lelkébe, és akarja, hogy hozzá hasonlunk, hozzá igazítsuk az életünket. Ezért is az elmélkedésünk sorozat az, hogy új teremtés Szent Ferencben, és arra gondolunk végig, hogy új teremtés én bennem. Hogy egy függőségünk legyen az Isten. Mert ha van más függőségem, akár anyám, apám, gyermekem, feleségem, akkor maga Jézus figyelmeztet, és ezért mondom, hogy alig hanem a Szent Ferenc fölfedezése az egész egyházra érvényes, minden egyes keresztényre. Nem lehet immel ámmal keresztény lenni, hanem csak teljes szívből, mert Krisztus szava mindenkinek szól, nem a szerzeteseknek, nem a papoknak csak, hogy aki apját, anyját jobban szereti, feleségét, gyermekét, bárkiét, mint engem, nem méltó hozzám, vagyis nem kapja meg az örök életet, nem lehet vele. Hogy egy függőségünk legyen az Isten. Alig hanem, hogy abban az írásban, amit Ferenc vitt magával, ennek a megfogalmazása volt, amit a pápa úr elé tett. És néhány egyéb dolog, ami szükséges volt még az életformához. Szinte biztos, bár sok kísérlet volt arra, hogy ezt az írást, ami elveszett, amivel ő harmadik Ince pápa úr elé ment, sok kísérlet volt, hogy ezt rekonstruáljuk, de ez elveszett és nem maradt meg. Későbbi regulák maradtak meg csak, amelyek már részletesebbek. Szinte biztos mégis, hogy benne voltak azok az evangéliumi részek, amelyek Ferencet megfogták kezdetben. Vagyis, hogy semmit se vigyetek az útra. Vagyis, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel vállára keresztjét és kövessen. Vagyis, hogy aki apját, anyját, feleségét, bárkit jobban szeret, mint engem, nem méltó hozzám. Vagy ahogy más evangéliumi részben van ez, aki nem gyűlöli, mondja Jézus, apját, anyját és így tovább, az nem méltó hozzám. Vagyis jobban szereti. Értsük ezt, hogy nem gyűlöli. Semmit se vigyetek az útra. Akik jöttek, mondja Ferenc, és elfogadták ezt az életmódot, azok mindenüket odaadták a szegényeknek. És nyilván ebben az első írásban ez is benne volt, hogy ezt kérte Ferenc, hogy ezt tegyék meg, hogy semmit se vigyenek az útra. Hogy teljesen az Isten irgalmára és szeretetére legyenek ráhagyatkozva. Hogy semmit se vigyenek, ezért beérték, mondja, kívülbelül foltozott habitussal, övvel és alsó ruhával, és nem akartunk semmit birtokolni. És ebben az életformában benne volt az, hogy imádkozzanak a testvérek. Ezért van az regulálva benne, hogy igen-igen szívesen, a végrendeletben benne, hogy igen-igen szívesen időztünk a templomokban. Tanulatlan emberek voltunk, mindenkinek alárendeltjei. Még mielőtt harmadik Ince színe elé került volna Szent Ferenc, ezzel a kis írással, hogy kérjenek az elfogadását, a megerősítését, okos és bölcs ember lévén Rómában először Guido püspökkel beszélt, az Assisi püspökkel, aki ebben az időben éppen a római kúriában tartózkodott. A püspök először megijedt és megdöbbent, hogy itt látja az ő szegényeit, akik oly szép dolgokat műveltek már az egyház megyéjében szerteszét. Azt gondolta, hogy talán el akarják hagyni az egyház megyéjét, pedig sok sikert várt az ő működésüktől, hogy majd megtérítenek más embereket is. De amikor értesült Ferenctől, hogy erről szó sincs, örvendezett az Úrban, és megtudakolta, hogy mi véget jár itt a kúriánál, és megtudta, hogy Ferenc szeretné az ő életformáját elfogadtatni a pápával.
Erre ők ketten, Guido püspök és Ferenc egy bíboroshoz mentek először. Méghozzá Szent Pálról nevezett János úrhoz, aki korábban maga is szerzetes volt. És úgy lett belőle bíboros később, és püspök, a szabinai püspök bíboros. Mint olyan, aki nagyon szerette a szerzetesi életet, ezért Ferencnek nagy bizalma volt hozzá, hogy talán ezt az újfajta életmódot is segít elfogadtatni a harmadik incével. Ő pedig meghallgatva és meglátva Ferencet és társait, először szerette volna rávenni őket, hogy nem kell itt új életforma, vannak itt szerzetesek, vannak itt bencések, vannak itt mások is, tiszterek, és nem tudom mik, akik, vagy Ágostonnak, Szent Ágostonnak a reguláját élők, vagy Szent Benedek reguláját élők, vagy valami remete rendbe, menjenek és éljenek e szerint. Ám Ferencben megszólalt megint az, amit leírt, hogy maga az Úr az, aki kiválasztott engem erre az életformára. Vagyis, hogy nem én határoztam el, hogy hogyan akarok élni, hanem az evangéliumi életformának ezt a módját maga az Úr nyilatkoztatta ki nekem, hogy semmit se vigyünk az útra, vagyis egyfüggőségünk legyen az Isten. Egyet akarjunk az Isten akaratát. Különben a kereszténységünk itt-ott hamiskás és hibák csúsznak bele. És hogy én erre fogadalommal akarom elkötelezni magamat, és azt akarom, hogy a pápa úr ezt megerősítse számomra, ezt az életformát, amit Krisztus mindenkinek mond, mi esküvel akarjuk megerősíteni. És mivel nehéznek látszott a bíboros előtt ez az életforma, ezért megpróbálta Ferencet lebeszélni, de miután látta, hogy nem lehet eltántorítani őt az elhatározásától, ekkor oda delegálta és segítette őt, hogy találkozzon a pápával. A pápa miután meghallgatta és látta az írást, amit Ferenc kevés és keresetlen egyszerű szóval leírt, így szólt hozzá: testvére, imádkozzál Krisztushoz, hogy megtudjuk, hogy mi az ő akarata benned általad. Úgy könnyebben tudjuk jóvá hagyni az életformádat. Ferenc meghallgatta és elfogadta ezt a tanácsot, társaival együtt elvonult és imádkozni kezdett. Alig kezdett imádkozni, szinte hallotta Krisztus hangját. Ferenc, ezt mond a pápának. A pusztában kint élt egy szegény, de felette szép asszony. Szépsége messze földön híres volt. Egy alkalommal arra járt a király, és megszerette a pusztai felette szép asszonyt. Nem habozott feleségül venni. És idővel szebbnél szebb fiakat nemzeni vele. Aztán a király elment vissza az ország ügyeit intézni. A pusztai asszony pedig sorra fölnevelte a gyermekeit. Mivel nagyon szegények voltak, és már fölcseperedtek a fiai, egy napon a pusztai asszony így szólt hozzájuk: ne féljetek a szegénységetek miatt, amelyben részetek van, hanem menjetek a királyhoz, a nagy királyhoz, hiszen ti mind az ő fiai vagytok. A fiak meghallva ezt az örömhírt, hogy ők a nagy király fiai, ez nagyban emelte az önérzetüket. És amit eddig hátránynak tekintettek a szegénységüket, most fölötték nagy gazdagságnak érezték. Fölkerekedtek hát, és meglátogatták a királyt. És nem féltek annak a szemébe nézni, akinek a hasonlatosságukat az arcukon hordozták. És elmondták neki, hogy ők a pusztai asszonynak a fiai. A hasonlatosságot a nagy király fölfedezve, a fiaknak az arcán sorra megölelte és megcsókolta őket, és így szólt: ha az én asztalomnál annyi idegen táplálkozik naponta,
akkor illő és illendő, hogy a saját fiaim, akik nekem képen és hasonlatosságom, kapjanak részt az én terített asztalomról. És megüzent a pusztai asszonynak, ha még vannak fiaid, küld azokat is az asztalomhoz. Ferenc megörült az álomnak, és visszament a pápához, és elmondta a példázatot. A pápának nem nagyon kellett magyarázni, ő megértette. Én azonban most magyarázom. Hogy a pusztai szegény asszony, mondta Ferenc, én vagyok. És a nagy király pedig Jézus Krisztus, aki azért lelte örömét az én lelkemben, azért vagyok én pusztai, nagyon szép asszony, mert önmagára ismert az én lelkemben. Mert a sorozatos újjáteremtések által, aminek én nem álltam ellen, saját képére és hasonlatosságára formálta az én lelkemet. És ezért szívesen vett engem nőül, feleségül, mint ahogy Szent Pál az efezusi egyházban ezt az egész egyházról mondja. Hogy ezért a férfi elhagyja apját, anyját, feleségével tart. A kettő egyé lesz. Nagy dolog ez, nagy titok. Én Krisztusra és az egyházára vonatkoztatom, mint ahogy Krisztus az evangéliumában pontosan így beszél, hogy erre hivatalos a nász nép, a szüzek, a meghívottak, a királyember mennyegzőjére, ahol a fiú Jézus Krisztus Istenember a vőlegény. És mi lennénk a mennyasszony? És hogy nemzette Krisztus velem, rajtam keresztül a fiakat, a testvéreket, akik itt vannak körülöttem, akik pontosan úgy akarnak krisztusiak lenni, mint ahogy Krisztus engem újjáteremtett, hogy az ő képe és hasonlatossága legyek, és ők is az ő képe és hasonlatossága. Hasonlítunk a nagy királyra, Jézus Krisztusra. Ezért a pápának nem kell félnie attól, hogy miből fogunk megélni, mert nyilván ez volt az egyik jogi akadálya annak, hogy harmadik ince szentesítse, aláírja a kezdetleges regulát, mert nem látott biztosítékot arra, hogy a testvérek majd fognak tudni így élni. És hogy ma a Ferenc ilyen karizmatikus is, és ennyivel szentlélekkel eltelt ember is, és most bírja ezt az életmódot. És örömmel éli. Ki tudja, mi lesz évek után? Ki tudja, hogy majd a követői, akinek most én az életformáját aláírom és megerősítem, majd fognak-e tudni el szerint élni? Vagy pedig csődöt mond az egész, én pedig az egyház nevében szentesítem az életformát. Hát ez nem történhet meg, gondolta a harmadik ince. Maga az Úr volt az, aki megvilágosította Szent Ferenc értelmét ismét, és a pápának is az értelmét, hogy megértse, hogy ezt az életformát nem Assisi Ferenc találta ki, hanem ezt az életformát Krisztus Urunk jelölte ki a Szent Evangéliumban már azelőtt több mint 1200 évvel. Bocsánat, 1200 évvel kvázi. És hogy az Úr terített asztala, az működik. Mert hogy a bunka hozománya nem hozza meg a kívánt bért, mondta Ferenc később és írta le, akkor járuljanak az Úr terített asztalához, és házról házra kolduljanak. Egyébként pedig azt akarom, hogy minden testvér dolgozzon, aki pedig nem tud dolgozni, az tanuljon meg dolgozni, nem is annyira a munka hozadékáért, hanem hogy azért, hogy a tétlenség elkerülése véget, hogy megszenteljük az életünket munkával. Mert a munka nagy kegyelem és ajándéka az embernek. Hiszen amikor Ádámot megteremti az Isten, még bűnt sem követett el, és az Édenbe helyezi, mondja a Szentírás, hogy művelje a kertet, hogy dolgozzon és örömét lálja benne. Meg a másik írás szerint, hogy hajtsd uralmad alá a földet, még sehol nincs bűn. Lehet örömödet ebben,
fedezd fel önmagadat, aki az Isten képe és hasonlatossága, fedezd fel az alkotó erődet, amely által az Isten működik benned, és örvendezd neki. Harmadik ince, mielőtt válaszolt volna, eszébe jutott egy nem régi álma, amit éjszaka látott. Úgy tűnt neki, hogy a lateráni bazilika, amely az ő fő temploma volt, és amely ma is az egyháznak a fő temploma, mintha roskadozna és össze akarna omlani. És egyszerre csak egy alacsony termetű vézna szerzetes odament, és a vállaival megtartotta az omladozni akaró lateráni bazilikát. És a pápa így szólt, azt hiszem, hogy ez lesz az az ember, aki majd az életformájával és tanításával majd újjáépít és megmenti az Isten egyházát. És itt egyfajta kör bezárult. Mert amikor a San Damianói feszület előtt imádkozott Ferenc, akkor az Jézus ezt mondja neki feladatul, hogy Ferenc, menj, állítsd helyre a hajlékomat, mert mint látod, romokban hever. És a pápa az, aki kimondja, hogy ennek a szónak az értelme nem az volt, hogy a kis templomokat renoválja, amit megtett Ferenc készségesen, hanem hogy a római anyaszentegyházat ne engedje összedőlni. Nevetségesnek gondolhatnák azok, akik ezt most hallják először, hogy ahhoz képest, hogy a római pápa, a bíborosok, a papság, a szerzetes rendek, és most ott áll egy szegény, egyszerű emberke, és majd talán ő többet tud tenni, mint a pápa, meg a bíborosok, meg a papság az egyházért. Ami ezek után történt, az pedig ezt igazolta, hogy tényleg így lett. Ezért a pápa így szólt hozzá, fiam, menjetek, és hirdessétek a bűnbánatot. És ha számban megszaporodtok, jöjjetek vissza hozzám, mert az eddiginél nagyobb kegyelmeket adok nektek, és nagyobb feladatokat bízok rátok. Ferenc azonban nem elégedett meg ezzel. Nem elégedett meg azzal, hogy a pápa úr segítette őt itt, és jóvá hagyta, hanem neki szüksége volt a pápa helyett egy pápára. Nem úgy, hogy új egy házat alapított, hanem egy protektorra, hogy ne kelljen neki állandóan a pápai udvarba menni, hanem aki helyettesíti, összeköti őt a pápával. És éppen először ezt a János urat, a Szentpárról nevezett János bíboros püspököt választott a protektor úr. 1209 és 14 között ő volt az, aki segítette a alakuló rendet. Akkor meghalt ez a bíboros, és egy darabig úgy voltak árván. Ők igyekeztek a római kuria irányítás alatt élni, de nehéz volt, és egy napon Ferenc álmot látott. Azt látta, hogy lát egy fekete tyúkot, ami egyben hasonlított egy fekete galambhoz, és a lába is fekete tollazattal volt vele, és ennek a tyúk galambnak rengeteg csibéje volt, és ez a sok csibe mind oda ment hozzá, hogy a alája be tudjon férkőzni, és hogy ők védje meg ez a tyúk galamb védje meg őket a külső ellenségektől és támadásoktól. Be akartak mind menni alá, de nem fértek be. Ez a fekete tyúk galamb nem tudta megvédeni egyedül a csibét. Fölserkenve álmából Ferenc így szólt magába. Ferenc erői kevesek már ahhoz, hogy ezt a hatalmas testvéri közösséget megvédjem a Béliáltól, a gonosz lélektől és az emberek támadásától. Ezért fölkeresem a pápa urat, és megkérem őt, hogy adja nekünk Kugolino bíborost,
a szabinai püspököt, adja nekünk segítségül, hogy ő legyen az, aki vérelmezi a rendet. El is ment, akkor már harmadik Honorius volt a pápa, és meg is kapta segítségül. Nem véletlen, hogy harmadik Honorius pápát a pápaságban később ez a Hugolino bíboros követte, aki Szent Ferencnek és társainak volt a segítsége a pápa felé. 1228-ban, amikor Szent Ferenc szentélyavatása volt, már 9. Gergely néven Hugolino bíboros volt a pápa. Mert abban az időben már úgy szétterjedt a kisebb testvéreknek a sokasága szerte a világba, és annyira átjárta az egyházat, annyira segítette újjászületni a roskadozó egyházat, hogy már nem volt kérdés az a bíborosok körében, hogy harmadik Honorius után ki legyen az új pápa. Nagyon egyértelmű volt, hogy senki más nem lehetett, mint az a bíboros, aki segítette a kisebb testvérek életét szerte a világban, és irányította az újra evangelizálást rajtuk keresztül. Íme valóra kezdett válni az Úr szava, hogy Ferenc, nem látod, romokban hever az egyházam, menj és újítsd meg, építsd újjá. És Ferenc még ezzel sem elégedett meg, hogy ilyen formán a római Szent Egyháznak a berkébe maradt. Nem akart új egyházat alapítani. Nem akart eretnek lenni. Nem támadta a klérust, hanem ő minden egyes papot is urának tekintett. Ugyancsak a végrendeletében, ami az egyik legfontosabb írása Ferencnek, amely éppen a halál előtt néhány nappal született meg, 1226. szeptemberében vagy október első napjaiban, harmadikán este már meghalt, amelyben így ír, az egyházi rendjükre való tekintettel, oly határtalan bizalmat adott nekem az Úr, és ad szüntelen a papjai iránt, a papjai iránt. Oly határtalan bizalmat adott és ad nekem az Úr a papjai iránt, még egyszer mondom. Hogyha még üldöznének is, akkor is csak hozzájuk menekülnék, értük? Vagyis ha maguk a papok üldöznének engem, akkor sem menekülnék máshova, mint hozzájuk az üldözőimhez. És nem akarom látni rajtuk a bűnt, mert Isten fiát szemlélem bennük, hiszen a papság által már magyarázom, Krisztus a főpap, aki bennük működik, és ezt azért teszem, mondja Szent Ferenc, és írta, és ezt azért teszem, mert a magasságbeli fiából, vagyis Jézus Krisztusból, a földi szemeimmel, testi szemeimmel itt a földön semmit sem látok, mint az ő szent testét és szent vérét. Jézus Krisztusból a testi szemeimmel semmi más nem látok, mondja Ferenc, csak az ő szent testét és szent vérét. Ezt pedig ők, a papok érintik a kezükkel, és szolgáltatják ki másnak is. Itt a magyarázata, hogy miért akarsz Szent Ferenc mindenképpen az egyház berkeiben maradni. Mert ő az eukarisztián keresztül megtapasztalta az élő Istennek a jelenlétét. És ez az egyháznak a műve. Jézus Krisztus az egyházra bízta önmagát. Az egyház maga Jézus Krisztus titokzatos teste, és nincs más, mint ahogy Péter is ő válaszol Krisztusnak, amikor megkérdezi tőle Krisztus és az apostolokat, hogy talán ti is el akartok menni tőlem, ugye a Krisztustól. Erre Simon azt válaszolta, hogy Uram, hová mennék? Tiéd az örök életed az a tanítás. Szent Ferenc pedig így kiállt föl, hogy Uram, hová mennénk máshova, mint az egyházba? Hiszen az te vagy.
Te vagy misztikus módon. Ezért miféle módon tapasztalom meg a jelenlétedet. Nincs más, mint vagy ahogy Leó testvérnek mondja egy alkalommal is leírja. Figyeljük meg, hogy milyen gyönyörű. Mert az úton beszélgettek Ferenc és Leó testvér, és Leónak valami problémái, lelki problémái voltak. És utólag Ferenc ír neki egy levelet, és ezt idézem, hogy mit ír. Ha az Úristen tetszésének keresésében, és az ő nyomdokának és szegénységének követésében, bármely út célszerűbbnek tűnik neked, mint amiről én beszéltem, akkor az Úristen áldásával és az én engedelmemmel tedd azt, és most ezt alkalmazzuk az evangélium szerinti életre. Hát kedves testvérek, ha bárkinek az Isten, aki egy Isten van a Jézus Krisztusban bemutatkozott, aki önmagát föltárta a Jézus Krisztusban, ha az ő tetszésének keresésében, az ő nyomdokainak követésében Jézus Krisztus élete és példája, az Isten ember élt itt a Földön, ha ennek a keresésében és ennek a követésében bármely út célra vezetődnek, tűnik nektek, akik itt vagytok, vagy a rádiót hallgatják, vagy fogják hallgatni ezt az üzenetet, amelyet rajtam keresztül nem csak Szent Ferenc, hanem a Szentlélek mond ki. Ha bármely út célra vezetődnek tűnik, mint amit az Anya Szentegyház kíván, kínál a Római Szentegyház, akkor tegyétek azt, de ilyent nem találtok, nem is találhattok, mert a Római Szentegyház az Krisztusnak a misztikus teste. Hová mennénk, Uram, máshová, mint az egyházhoz, aki te vagy? Nincs más, még ha üldöznének is, mondja Ferenc, hozzájuk menekülnék, oly bizalmat, oly határtalan bizalmat adott nekem az Úr, az ő papja iránt, akik a Római Szentegyház szabályai szerint élnek, teszi hozzá Ferenc, és nem más papok iránt, hanem azok iránt, akik a Római Szentegyház, amelyben Krisztus trónol, amelyben Krisztus a szegény, amelyben Krisztus a szeretet, amelyben Krisztus maga jár körbe és szolgál föl nekünk, ezernyi módon adva önmagát, azt a boldogságot, az Isten békéjét, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész föl nem fogott, amit ő készített számunkra már most a Földön, amennyire lehet. És ekkor pedig a végleges újjászületésünkkor odaállt teljes mértékben, amit befogadhat ember az Isten országában, magával, Krisztussal együtt élve, a szent angyalokkal, az atyával és a szentlélekkel. Amen.